majd pár szót ejtünk arról is. Ezeken a meetupokon általában ezek a new tech cégek, akik szerepelnek, ezek elég széles spektrumát fedik le a való életben előforduló szektoroknak. Na most ezek közül a bank, mint szektor, azért különleges, mert szellemiségében nagyon az ellentéte annak, mint amit egy ilyen startup kultúra képvisel. Tehát bármilyen együttműködés vagy reláció egy bankkal, az azt jelenti, hogy olyan értékeknek vagy olyan tulajdonságoknak kell megfelelni, mint például a bankok változás tűrő vagy változásrezisztens képessége. Azt szokták ugye mondani némi túlzással, hogy 1311 óta a bankrendszer nem nagyon talált fel új terméket, ez persze így ebben a formában egy kicsit sarkos, de a lényeget azt érzitek, vagy az a másik jó példa, hogy az Egyesült Királyságban az elmúlt 100 évben, tehát vagy talán 80 évben egy új banki licencet adtak ki, az utóbbi 3 évben pedig úgy beindult ez a biznisz, hogy most 130 banki licenc vár, vagy banki licenc engedélykérés vár elbírálásra. A bankok tipikusan silók, tehát azok az adatok, amik egy bankban vannak, azok nem nagyon érhetőek el a külvilág számára. A bankok azok erősen szabályozottak, a működésük engedélyhez van kötve. Az állam általában szereti a bankokat mindenféle népszerűségi szempontból is szabályozni és szivatni. Bankok közötti különbségtétele egy kicsit nehéz, mert a kommunikációjuk meg az általuk képviselt értékek azok nagyon egyformák. Ilyenek, hogy 100 éves megbízható. Hát most próbálja nekem valaki eladni mondjuk egy autót azzal, hogy 100 éves. Hogy ez nem egy olyan érték, ami a mai világban, ahol sokkal pragmatikusabban gondolkodnak az emberek, az egy igazán fontos érték lehet. Muszáj volt ide raknom, az 1994-ből származó Bill Gates mondás, ami nyilván nem igaz, de akkor is jól mutat, hogy szép a betűtípus. A bankoknak vannak azért olyan alapfunkciói, amit hogyha egy tech cégem van és valamilyen pénzügyi dolgot akarok csinálni, akkor sem lehet megúszni. Tehát az, hogy a pénzt valaki őrzi, az egy olyan engedélyek között különleges tevékenység, amit akárki nem csinálhat, valamint ilyenek az alaptermékek is, amiket egyszerűen az ember nem szeretne, vagy nem tudom, nem az a szakmánk, hogy azon gondolkodjunk, hogy mi az, aminért bejön a befektetésünk 13,5%-nál jobban, és mi az, ahol nem. Alapvetően, hogyha megnézzük, mik azok a funkciók, amik a bankoknak vannak, akkor azt látjuk, hogy ezek backend funkciók. Tehát igazából a bankok tudnának úgy is működni, hogyha nem lenne user interface-ük, hanem ilyen B2B módra egy sokkal rugalmasabb, ügyfélbarátabb cég háló mögött állva szolgálnák ki azoknak az igényeit. Ez mondjuk az életben elő is fordul, hogy van mondjuk egy olyan online bank, aminek a legnagyobb értéke az internetbankja, vagy az ügyfél kapcsolata, és ezek általában a pénznek a számlára helyezésére használnak egy valódi, igazi háttérbankot. Na most, ami ellen be vannak oltva a bankok, az tipikusan az, hogy olyan szolgáltatásokat készítsenek, amit az emberek tudnak használni, vagy olyan nyelven fogalmazzák meg egyáltalán a dolgaikat, amit bárki is megért. Na most akkor be fogok gyorsítani, ez nem megy nagyon. Itt jönnek a képbe a fintech cégek, azok a tech cégek, akik a bankokkal ellentétben ügyfélközpontúak, terméket tudnak csinálni, szoftverhez, technológiához sokkal jobban értenek. A bankok nem fognak eltűnni úgy, ahogy Bill Gates jósolta, hanem egyszerűen egy más szerepkört fognak kapni. Most itt van pár dia a fintech cégekről, de a PSD2 az ismeretlenebb terep, ezért ezeket szívesen átugrom, majd legfeljebb valaki megkérdezi a végén, milyen különleges a fintech cég. De a kérdésem, hogy fogok számítani. Hogyan kapcsolódik ez a két világ egymáshoz? Hát nyilván a felhasználó adataink keresztül. Alap értelmezésben a felhasználó adatai a bankoknál vannak. Tehát arra gondolok, hogy tranzakciós adatok, számladatok, mindenféle kártyaköltés, mindenféle kreditbesorolás, tehát olyan adatok, amiket a bankok állítanak elő, és tárolnak a felhasználókról. A kérdés az, hogy kívülről hogyan lehet hozzá férni ezekhez az adatokhoz. Hogyha megnézzük ezeket a banki adatokat, tranzakciós számladatokat, akkor ott a kérdés merül fel, hogy lehet hozzájuk férni, és ki a tulajdonosa ezeknek az adatoknak. Most általában
mindenki tudja arra a választ, hogy ki az adat, aki megműveli. De egyébként nem a felhasználói az adat. Tehát a bankok tulajdonjogot formálnak azokra a banki adatokra, amik egyébként egy normál más szektorban levő rendszerben a felhasználói í lennének. Tehát a banktól el kell sajnos ezt venni, maguktól nem fogják odaadni. Nagyon jó példa az USA, ahol az európai helyzethez képest egy ilyen rabló vagy vadgazdálkodás folyik. Ott ugye olyan szinten igaz ez, hogy az adat a bankoké, hogy még ebben a pillanatban is, 2017 őszén is nagyon erős vita folyik arról különböző fogyasztóvédelmi csoportok és a banklobbi között, hogy vajon kié is az adat, oda szabad-e adni egy banknak az adatot egy fintech cégnek, és általában azt szokták mondani a bankok, hogy a biztonság az, ami miatt nem lehet odaadni, mert hogyha egy fintech cég elveszít 100 millió jelszót, akkor abból baj van, és könnyebben elveszítünk, mert kevésbé szigorú szabályozás, és a szabályok alá esik. A hozzáférés az úgy néz ki az államokban, hogy nincs az ott lévő, hát nem tudom, 200-300 különböző pénzintézet biztosan van, már hogy itt bank, a pénzintézet sokkal több van, nincs egységes interfész arra, hogy kinyerjük az adatokat, most függetlenül attól, hogy van egy jogunk hozzá, vagy nem. Ezért Amerikában, mivel igény az volt arra már nagyon korán, hogy különböző pénzügyi szoftverek hozzáférjenek a számláinkhoz. Ugye Amerikában tipikusan egy családnak nem egy, hanem nagyon sok különböző számlája van, amiket szeret konszolidálva látni, egy felületen a költéseket és a bevételeket egyszerre látva. Az a legkorábbi rendszer, amiről mi szoktunk, amiről mi úgy hallunk, az a mint.com, ami képes volt ugye arra, hogy több különböző számlának konszolidálja a tételeit. Nem ő volt az első, de ő volt az, aki sikerre vitte ezt a sztorit. Most voltál? Hát... Oké, értem. A mint.com az úgy működött, hogy egy jodli.com nevű másik céget használ. A jodli.com az egy dolgot tudott agregálni, különböző interfészszel elérhető bankokból az adatokat, és aztán egy felületen továbbadni olyan cégeknek, akik pénzügyi szolgáltásokat akartak építeni. A Yodlycom tipikusan screen scraping-el szedte az adatokat, tehát nincs API, van egy ilyen OFX-nek nevezett félig működő felület, de a túlnyomó többségben a screen scraping az, ami a mai napig uralkodik az amerikai rendszerben. Tehát magyarul azt csinálja a Yodlycom, hogy belép egy headless browserrel, vagy valamilyen olyan dologgal a bankban, ahol emulálni tudja a user viselkedését, és a képernyőket elkezdi értelmezni, amiket visszakap, és onnan menti az adatokat. Tehát meg kell neki adnom, hogy mi a jelszavam, és mi a belépési kódom, ami azért elég gáz. Tehát ugye elhivatkoznak a bankok, hogy ez így nem jó, ennél sokkal kulturáltabb módját kéne kitalálni annak, hogy hozzáférést kapjon az adatokhoz. Nem pedig az, hogy a usernek megjegyzi a jelszavát, ami egyébként nem is legális. Tehát a legtöbb országban úgy vannak a bank és a user közötti meglátás, hogy nem szabad odaadni a jelszavakat senki másnak. Ebből elég sok konfliktus is van. Ezt a szorít most akkor nem mondom el, ez egy szép, olyan, mint egy ilyen rosszul végződő házasság. Európában ezzel szemben később kezdődött az egész, nem volt ilyen korai igény, ami azt jelenti, hogy Európában lehetőség van arra, hogy központi szabályozással meg lehessen oldani azt, hogy a bankok valamilyen egységes felületen szolgáltassák az adatokat. Ez a szabályozás, ez egyszerűen azt mondja, hogy elvesszük a bankoktól azt a jogot, hogy az adat az övék, kötelesen kiadni bármilyen, valamilyen szempontoknak megfelelő harmadik félnek, aki a user engedélyével mindenféle műveleteket tud azokon végezni. Például egy a bankinál jobb internet bankingon meg tudja őket jeleníteni, illetve a tranzakciókat tud indítani. A PSD2 tehát, általában az európai szabályozások, erről szoktunk nagyon beszélni, az egy pozitív szabályozás, ami segíti az innovációt, és nem pedig egy visszafogó típusú szabályozás, ami valamilyen lobby érdeknek felel meg. Innen már talán nem lesz olyan sok.
nagyon sokat én a PSD2-ről nem akarok beszélni, de azért van két kiinduló lába, fogyasztóvédelmi és piacépítési alapmegfontolásokból készült. A lényegi eleme, amit nekünk számít, az access for all, tehát az, hogy ha nekem van egy banknál számlám, de akarok egy alkalmazásnak, amit a Robi írt, engedélyt adni ahhoz, hogy hozzáférjen az én adataimhoz, akkor ezt megtehetem, és a bank ezzel ellen nem tehet semmi. Hát tehet, de szankcióknak fog. Úgy hívják ezt az új entitás, a third party provider, ez alá értünk be minden ilyen fintech céget, ami kezelni akarja az ilyen banki adataimat. Ezek azért nem lehetnek akárkik, tehát az adott országban megfelelő szabályozás be fog ezekre valamilyen feltételrendszert vezetni, ami nyilván nem olyan szigorú, mint egy bankkal szemben, sokkal kevesebb tőkével, majd sokkal kevesebb dokumentummal kell igazolniuk a működésüket, de azért kell, tehát akárki nem lehet third-party provider. Csak akkor kapcsolódnak a bankhoz, nyilván, hogyha egy felhasználó explicit felhatalmazza őket erre, és nem őriznek soha belépési adatokat, tokent őriznek, tehát egy ilyen OAuth-szerű kommunikációval ezek az alkalmazások elküldik a user-t a bankba, majd visszakapnak tőle egy tokent, és ezzel a tokennel fogják a jövőben az adatkinyeréseket végezni. Ez a token ez biztonságos, mert csak ők használhatják, bármikor letiltható, tehát sokkal kulturáltabb megoldás, mint a screen scraping-es dolgok. A banknak nincs joga ahhoz, hogy letiltson egy cégelérést, vagy ahhoz sincs joga, hogy különböző feltételeket mondjon két különböző cégnek, kénytelen demokratikusan mindenkinek ugyanazokat a jogokat biztosítani az adatok eléréséhez. Két tipikus eset van, amit szoktak emlegetni. Az egyik, amikor olvasunk, tehát több banktól beolvassuk a számláinkat és konszolidáljuk. Azért régen úgy nézett ki, hogy beléptem három különböző internetbankba. A szép új világom, hogy úgy néz ki, hogy egy internetbankba lépek be, ahol megadtam mind a három banknak a számladataimat, bankhoz a számladataimat, illetve a másik az online fizetés, ami pedig úgy néz ki, hogy a jelenlegi bonyolultabb több lépcsős kártyás fizetéshez képest. Egyszerűen azt mondom az Amazonnak, hogy én most szeretnék a bankomból azonnali áttalással fizetni, akkor az Amazon ad nekem egy feladat, hogy belépessek a bankomba, és az általa elküldött összeg igényt ott engedélyezem, és gyakorlatilag a kártya művelethez hasonlóan, de kártyadíj nélkül, és azonnal lezajló műveletről van szó. Hát itt nyilván azonnal tudja érteni, hogy nincs az a mesterséges delay, amit még a kártyatársaságok hozzáraknak, illetve amikor 2-3 év múlva elérkezik azt, hogy az Európai Unióban minden országnál már azonnal áttolás van, akkor tényleg azonnali lesz. Ugye itt mindig van egy érdekes ez, hogy Amerikát kivesszük ki a képből, vagy nem, a PSD2 hogy fog hatni arra, hogy az Amazonnál vásárolok. Hát valószínűleg az Amazonnál továbbra is kártyával fogok vásárolni, de mondjuk egy európai boltban már használhatom ezt a direkt olcsó és gyors átutalást kártyáért. Az, hogy mikortól lehet használni ezt a dolgot, az egy nagyon nehéz kérdés, mert egy darabig minden jól ment, de most van elég sok csúszás az utolsó dokumentumban, ami az egésznek az ilyen finom technikai specifikációja, ami leírja az ilyen biztonsági protokollokat, hogy milyen napiknak kell lenniük. A napiknak egyébként nem kell egyformáknak lenniük. Hát előfordul az, hogy a 250 európai banknak 250 különböző API-ja lesz funkcióiban. Ezek ugyanazt tudják, de mégis más hívásokkal, más adatstruktúrákkal kell dolgozni. Hogy ez mégis így legyen, két nagyobb szervezet is csinált már ajánlást konkrét API-ra, tehát az angoloknál az Open Banking, egy csomó fizető szolgáltatót összesített, pedig a Berlin Group egy másikat. Most az a határidő, hogy valamikor november végén, de már innen is vannak eltérések. Ugye van egy ilyen szabály, hogy ha ezt elfogadják, akkor van 18 hónap a végleges vezetési idő. Tehát még jövőre meg lehet azt csinálni, hogy egy bank nem adja oda az API-t. Ezt mutatok egy példát, hogy a való életben hogy néz ki, hogy elszörnyedjetek ki, csak azért ez egy olyan példa, ami Magyarországon, én úgy tudom, hogy nagyon kevés olyan szolgáltatás működik ebben a pillanatban, ami egy létező bank API-val behív oda egy külső vállalkozás, és adatokat kérdez le az én bankszámláról típusú történet. Hát itt arról van szó, hogy a számlász.hu, a népszerű számlázó szoftver gyártója, egyszerűen be tudja kérdezni a bankszámláról azt, hogy a
az a száma, amit kiállítottam, az bejött-e már, vagy nem. Tehát tényleg ennél egyszerűbb dolog nincs a világon, de ez annyira alap, hogy egy ilyen szolgáltatás legyen, hogy ezt is kell találni, hanem csak meg kell csinálni. Nem is volt több másfél évnél, amíg megcsináltuk, mert azért jogászok vannak, meg általában, hogyha olyan dolgot csinálsz, amire még nem jött ki a szabályozás, és van egy csomó olyan helyzet, ami még a bank életében nem fordult elő, akkor ilyen hosszabb tipródás kezdődik arról, hogy akkor most mit tegyünk, és hányszor kell mit hova beírni, és például vannak érdekes példák. Az egész abban áll, hogy össze kell kötni egy számlászos fiókot egy magnetikus fiókkal. Ehhez itt egy apróbetűs részben találtok a számlász oldalán egy linket, ami rákattintva előjön egy leírás. A leírás olyanok vannak, hogy menj el a Magnetú oldalára és lépj be a netbankba. Miért? Mert nem lehet linkelni. Tehát van egy olyan banki szabály, hogy az ő netbankjuk, az csak úgy írható el, hogyha beírod a böngészőbe. Hogyha azt mondják, hogy ha linkelhetővé tennék, akkor lehet, hogy valami rossz idő ember azt mondaná, hogy én most a Magnetbankra linkelek, és lehet a másra fog linkelni. Ez egy aránylag értelmetlen protokoll, de ilyen létezik, csak azért, hogy más szabályok vannak, mint az életben. Ha elmentek oda, akkor aránylag egyszerűen lehet kapni egy kódot. Több megoldás szokott el létezni, mi azt választottuk, hogy egy ilyen 6 karakteres 10 percig élő kódot ad a magnetban, amit aztán be lehet írni a számlászóba, és akkor összeköti őket egy, azt hiszem, hogy maximum fél évre, mert ott is az van, hogy bármilyen hosszra nem lehet. Onnantól kezdve a számlászónak a számlalistázó panelje megjelenik egy jobb oldali hasába, ahol minden száma mellett lehet látni, hogy ki van-e fizetve, vagy nincs ki fizetve. Ennyi. Muszáj egy mondatot még mondanom. Magyarországon, amennyire én tudom, mert nyilván nem minden bank veri ezt nagy-nagy dobra, az MKB-nak van egy nagyobb erőfeszítése arra, hogy legyen publikus sandbox, ahol ki lehet próbálni azt, hogy milyen lesz majd a PSD2-ben bankolni. Tehát oda bementek, akkor aránylag kis procedúrával lehet szerezni egy ilyen old kulcsot, ami kell az indításhoz, és utána már lehet a tesztadatbázison próbálgatni a szolgáltatásokat. Ez van nálunk a Magnetnél is, van erre lehetőség. Publikus még nincs, de az is lesz. Tehát olyan website, ami azt írja egy banknál, hogy olyan kell egy fejlesztőnek belépni ebbe a websájtba, az mindenhol lesz majd. Per pillanat kevesebb, mint 10% az Európai Bankra vetítve az, ahol ezzel olyan szinten foglalkoznak, hogy találtok hozzá ilyen oldalt. Tehát az egész dolog az már annyit van a keretek alatt, de egy picit csúszik, és van egy-két dologban vita, hogy hogyan legyen megvalósítva. Leginkább a screen scraping vita továbbra is a hunyó, ugye a jelenlegi mondás, ami percről percre változhat, az az, hogy ha én elmegyek egy bankba, apival megpróbálok lekérni valamit, de az api 30 másodpercig nem válaszol, akkor szabad screen scrapelni. Úgy szabad screen scrapelni, hogy digitális aláírásban meg kell mondanom, hogy én voltam az, aki lekértem az oldalt. Tehát egy ilyen speciális feltétellel engedi a screen scrapelést, mint fallback, arra is tudja, hogy az api nincs ész, hogy elromlott, vagy éppen leszették, vagy bármi van. De osztályon nyilván nem lesz, hogyha van api, akkor kötelező az, aztán csak a tilos screen scrapelni az új szabályzat értelmében. Kb. Ennyit akartam valamit mondani, csak 5 perc alatt. Nem tudok máskor sem sikerülni, amit kellett valakit. Két kérdés, de röviden. Még van még egy előadó. Ez PSD2 van, PSD volt PSD1 is? Volt PSD1, de a PSD1 az egy kicsit más dolgokról szólt, mint a PSD2, és a PSD2 teljesen fölírja a PSD1-et. A PSD1 az nem szól apikról, meg elérésről. Az valami online fizetési megoldásoknak valamilyen konszolidáció. Engem erről ne kérdezne be ez a rodok, de valami tök másról szólva volt, igen. A PSD azt jelenti, hogy Payment System Directive, tehát elég tág fogalom, nem feltétlenül arra utal, hogy... Utolsó kérdés? Amikor megengedik a screen scrapinget, akkor hogy? Ebben a kivételes esetben, amikor mégis megengedik a screen scrapinget, akkor hogyan dominálták? Hogyan lehet ezt megoldani?
Csak egy módon lehet loginálni, kell tudnod a felhasználó jelszavát és a nevét. Akkor ezt az EU-ban is engedik. Igen. Az EU-ban van split scraping. Most az, ami Amerikát mondtam példának, az nem jelenti azt, hogy az Európában nincsen. Az angol 100 országban népszerű, tehát Angliában már nagyon sok split scrapinges megoldás működik, ebben a pillanatban is, de Anglia azt mondjuk már hamar fog átállni a PSD2-nek megfelelő másik rendszerre, tehát ott nem lesz ebből baj. Köszönöm szépen! Sörvelet meg kellett tudni kérdezni.